Sziasztok, Misi vagyok. Elektromos fogkefe teszt még nem volt. Ezért vágjunk is bele, az egyik legismertebb márka az Oral-B IO 8 sorozatnevet viselő fogkefének tesztjébe. Ráadásul ti is nyerhettek egyet, menő fekete színben, erről részletek a tesztben. No, de mit érdemes tudni a márkáról? Vágjunk is bele egy kicsit a történelembe. Mindez 1950-ig kell visszarepülnünk az időben. Ugyanis az ekkor 30 éves Robert W. Hudson elkészített és szabadalmaztatott egy fogkefét, a Hudson fogkefét. Majd folyamatosan azon dolgozott, hogy a fogkeféi egyre jobbak legyenek, ne sértsék annyira a fogzománcot, és masszírozzák a fogint. Mindeközben létrehozta az Oral-B márka nevet, és első terméke az Oral-B 60 volt, mely 60 darab sörteköteget tartalmazott. 1960-ban viszont eladta az Oral-B-t, és visszatért fogorvosi szakmájához. A márka életének legfontosabb szakasza 1984-ben volt, amikor is a Gillette felvásárolta, és a Gillette tulajdonában volt ekkor a Braun is, akik elkezdtek elektromos fogkefét Oral-B márka név alatt kiadni. És ez azóta is így van, minden egyes elektromos fogkefe dobozán a Braun logót is megtalálhatjuk. Viszont az Oral-B márka 2006-tól a Procter & Gamble tulajdonába vándorolt. Az Oral-B azóta is fogkrémmel, fogkefével, elektromos fogkefével és szájvízzel foglalkozik. Viszont hogy az elmúlt 71 évben mennyit volt képes változni a fogmosási technika, azt el se tudjátok képzelni. Általános elvárás a sörtének a puhasága vagy erőssége. Ez talán az egyik legfontosabb kritérium, ami alapján az emberek fogkefét keresnek. Viszont az elektromos fogkefék ettől sokkal többre képesek. Nem csupán a különféle fejek cserélhetők, melyek között van érzékenyebb vagy precíz tisztításra való, létezik fogfehérítést elősegítő, vagy éppen a fogíny védelmére gyártott fogkefe fej is. De a rezgés erőssége is mintája is állítható, mely mint más-más ápolásra hivatott. Én az Oral-B legújabb sorozatának, az IO-nak a 8-as tagját kaptam teszthez. Így erről fogok nektek részletesebben beszélni, és megnyerhetitek ennek a fogkefének a fekete változatát. A videó leírásában látható linkre kattintva a nyereményjáték Facebook posztjához kerülsz. Nincs más dolgod, mint lájkolni azt, és a poszt alatt kommentben megírni, hogy melyik tulajdonsága miatt szeretnéd megnyerni az Oral-B IO 8 elektromos fogkefét. Maga a fogkefe impozáns dobozban érkezett, azt kicsomagolva először a fogkefe testét pillantottam meg, melyet kiemelve még mélyebben egy fogkefe fejtartót, utazós holttáskát, egy fogkefe fejet, a mágneses töltőállványt és a használati utasítást rejtette a doboz. Gyorsan feltelepítettem az Oral-B appot is, amit egyszerűen párosíthatunk a fogkefével, csak be kell kapcsolnunk és Bluetooth-on keresztül azonnal meg is találja. Egy gyors regisztráció és már moshatjuk is a fogunkat, amit a kijelzőn nyomon követhetünk. A mikrovibrációs sörtéket egyedi mágneses vezérlés működteti, és igazán kellemes vele a fogmosás. Egy fogmosás ideje minimum 2 perc kell, hogy legyen, akkor lesz elégedett a fogkefénk. Ellenkező esetben egy szomorú arc jelenik meg a színes kijelzőn. A mágneses töltője stabil rögzítést tesz lehetővé, és mivel ez egy gyors töltő, 3 óra alatt tölti fel 100%-ra a fogkefét nulláról. Használat közben a nyakán található LED gyűrű különböző színekben világít annak megfelelően, hogy milyen erősen nyomjuk a fogunkhoz. Ugyanis van benne egy intelligens nyomásérzékelő, mely visszajelez nekünk piros színnel, hogyha túl erősen nyomjuk, mert ez sértheti a fogínünket, zöld színnel, hogyha pont megfelelő, és fehér színnel, hogyha nem elég erősen nyomjuk oda a fogunkhoz a fogkefét. A megújult kijelzőn egyszerűen navigálhatunk, vagy akár üzem közben is válthatunk a funkciók között. A beállításokban nyelvet állíthatunk, és egyedire szabhatjuk a LED gyűrű színét, hogy megkülönböztethessük például párunk fogkeféjétől a sajátunkat. A kijelzőn információkat láthatunk a hét tisztítási módról, de van itt időjelzés, fogmosás idő visszajelzés és emlékeztető fejcserére is. Az alkalmazásban van még lehetőség tippeket olvasni, visszanézni a fogmosási adatokat, de akár emlékeztetőt is állíthatunk be a fogkefe fejének kopásához, hogy vásároljunk újat időben. A fogkefe fejek pedig elárulják, hogy mikor kell azokat cserélnünk, mert a színes sörték megfakulnak, ezzel jelezve, hogy csereérettté váltak.
Van erre szükségünk? Na, nem csak hasznos így a fogmosás, hanem szórakoztató is. Minden fogmosás után kapunk egy pontszámot a fogmosás alaposságának tükrében, és ugye szeretnénk ezt a pontszámot minél magasabbra növelni, ezzel is ösztönöz minket, hogy hatékonyabban mossunk fogat. Engem meggyőzött, szerintem érdemes lecserélnem a régi orálbémet. Ha kérdésetek van a termékkel kapcsolatban, komment szekcióba írjátok, és fogunk rájuk válaszolni. Nyomjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornára, a kis harangot se felejtsétek el megnyomni, és akkor tájékoztatást kaptok a következő videóinkról. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!